A nyílt levél felidézi, hogy az országgyűlés módosítani akarja a civil szervezetek működését szabályozó törvényeket. A Fidesz öt párti tárgyalást akar a szerinte külföldről támogatott szervezeteket érintő törvénytervezetről. A kormány erről nemzeti konzultációt is kezdeményez. Egyes jobboldali politikusok már civil szervezetek eltakarításáról beszéltek. Az állásfoglaláshoz csatlakozó szervezetek visszautasítják a vádakat, mert a civilek eddig is nyíltan és átláthatóan dolgoztak, támogatásaikkal folyamatosan elszámolnak. A szegedi, főként kulturális programokat szervező MASZK Egyesület is aláírta a levelet. Teljességgel megalapozatlanok azok a vádak, amelyekkel a civil szervezeteket illetik most már hosszú évek óta a hatalomban ülők. Semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy a vágyaik igazak lennének. Ezeket a szervezeteket a Független Magyar Bíróság jegyzi be, és az ügyészség felügyeli. A levél aláírói elutasítják a civil szervezetek és ügyfeleik megbélyegzését. Ezt a demokratikus jogok megsértésének tartják. Úgy vélik, a tervezett jogszabály ellentétes lehet a hazánk által is aláírt nemzetközi egyezményekkel, és kérdés, kiállná-e az alkotmányosság próbáját. A hátrányos helyzetű diákok felzárkózását segítő motiváció műhely szintén az aláírók között van. Magyarországon a civil szervezetek rendkívül fontos munkát végeznek. Én azt gondolom, hogy a mi munkánk is olyan, ami az egész társadalom hasznára válik, és rendkívül sok partnerünk, akik szintén csatlakoztak ezzel a nyilatkozathoz, hasonlóan olyan munkát végeznek, amire büszke lehet az egész ország, és hát ennek ellenére valahogyan úgy látjuk, hogy most a kormányzati szándék, vagy legalábbis a kommunikáció az, hogy a mi munkánk hát nem csak hogy felesleges, hanem hogy káros is. Közben amerikai és európai jobboldali szervezetek is arra szólították fel a magyar kormányt, hogy hagyjon fel a civilek zaklatásával. Ezek a tettek szerintük Oroszországra emlékeztetnek, a Putyin féle egyeduralmi lépéseket idézik.